Na, sziasztok, én Alex vagyok, és ma elkezdjük a új sorozatot, ugye, amit már nagyon, de nagyon rég terveztünk. Ja, szóval itt van végre a 100 milliárd a tét. És, mint látjátok, én vagyok Momo. Jó van, nem. Na, szóval az a lényeg, igen, hogy én vagyok Momo. Nem. Jelenleg a Silver Club-on vagyunk, ugye IP itt a képernyőn, verziószám is, ha esetleg fel szeretnél csatlakozni hozzánk. És ja, folytat, akkor elkezdjük a sorozatot, ugye, ami már, hát, ami már úgymond 3 éve fut, ha úgy nézzük. Na mindegy, itt lemegyünk, ugye, mint tudjuk, itt vannak a kulcsok, ugye, egy kicsit feljebb lett emelve, mert hogy sokkal értékesebb tárgyak vannak például itt. Látjátok ezeket a csákányokat? Például ezt mondjuk. Szóval értitek, hogy miért lett felemelve. Nagyon értékes tárgyak vannak, viszont ezt a, úgy, hogy ezt a 150 milliót könnyű kifarmolni. De tényleg könnyű, szóval ez igazából olcsó, mint egy Iron Golem spawner. Na mindegy. Hogy kéne elkezdeni, nézzük. Nézzük, nézzük, nézzük. Szóval itt egy könyv nálunk, ugye, szabályok, parancsok, info, jó. Hát ez nagyon-nagyon jó, és akkor mindegy, az a lényeg, hogyha a kezdő vagy esetleg, és nem tudod itt mit kell csinálni, és valószínű, hogyha elsőnek csatlakozol fel, akkor nem fogod tudni, mit kell csinálni, akkor itt le van írva minden igazából, látjátok, tötötötő, azt mondja, felőstán van írva valami, itt a mobaréna, igen. Na mindegy, és akkor itt a másik házban MyPet van, azt most én nem fogom elolvasni. Hát ez nagyon követ. Hát ez szeret engem. És akkor ugye itt van itt a blogshop, ugye. Itt. Látjátok. Szóval itt igazából minden megtalálható itt a spawnon. Na mindegy. Nekünk akkor is, ezt felvesszük. Csak legyen szettünk. Akkor is kell nekünk bányászni szerintem, ugye. És akkor bányászásból fogunk szerezni egy kicsike lóvét. Ugye úgy tudtok csatlakozni munkához, hogy jobs join. És akkor itt van, hogy bányász munka. Bal klik. Sikeresen felvetted a bányász munkát. Látjátok? Ennyi. Már 2 perc alatt már tudtunk csatlakozni egy munkához. Mit szóltok hozzá? A szóval pervar bányához elmegyünk. És akkor itt van, üdvözöllek Momo. A bánya 15 percenként automatikusan újra tölti magát. Igen, mint látható, egy kicsikét szétszették. Nem baj, igazából lemegyünk. Sebződünk? Nem sebződünk. Jó. Akkor remek. Na szóval, ebből is kapunk pénzt. Igen, 20 dollárt. Kéne, igen, vas, itt van. Ugye vasat minél előbb találni, amit már találtunk sikeresen. Szenet. Vas, 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 hol lehetsz? Nézzük csak. Dö-dö-dö-dö-dö. Nincs sehol vas. Ó, viszont van arany. Ó-hó-hó. Jó. Vas nincs, mi? Mikor fog újra töltödni a bánya? Na jó, mindjárt visszajövök, ha újra lett töltve. Na, itt vagyok végre, már itt az új bánya, és akkor elkezdünk bányászni, itt közben bányásztam még egy kicsikét. 12 vas, hát ez nem rossz egyébként, viszont, ja, kéne új csákány, az mindenképp. Még egy gyémány csákány, az már elején jó jönne. Jó, értek mindent, per. Valami olcsó gyémánt sárkány, sima nincs, 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 nincs. Jó, az mi volt, 64 kulcs? Ja, azt hiszik, hogy 64 kulcs, jó van. Na, akkor per home, vagy P autó. És akkor talál nekünk egy telket, ide dobott minket, ez Momói. És akkor itt kéne fa. Per van fa telep. Tö-tö-tö-tö-tö. Hops. Nem tudok írni, elnézést, jó? Anyukám nem tanított meg. Na, itt a faterep. És akkor mondjuk vágjunk mondjuk ilyen fát, mert ez mégis jó. Ugye 2 munkában nem tudunk egyenlőre még csatlakozni, hanem csak egybe, mert nincs meg az a cucc, amit ki lehet nyitni, ugye? Szóval sajnos ezzel kell beérni addig. Ennyi fa elég lesz, mondjuk még 2-t. És akkor per PH. Jó. Ó, hirtelen este lett. Wow, előbb még nem. Na mindegy. Tudjátok, van ez így. Na szóval. Így, igen. És akkor kell nekünk egy kemence. Csákány helyett még. Ups. Így. És akkor így. Na, nagyon jó, és akkor ez most el lesz egy ideig.
Most itt nem tudom mennyi ideig várjál. Még nekünk amúgy itt csak 8 kell, nem mindegy. Szóval mindjárt visszajövök. Na szóval vissza is jöttem, mint látjátok van 8 vas. Ebből tudunk csákányt csinálni. Így. Egyenlőre más nem kell, szerintem ennyi elég. Ja, ennyi elég, és le is pakolunk, hisz... Hisz ezek közül nem kell semmi a kaján kívül. Megmondjuk, hát ennyi igazából, amíg elmondjuk ez jó jöhet. És ennyi. Szóval pervarp, bánya, visszamegyünk. megint összetelve lett, vagy? Ja nem, csak még senki nem bányászott. Jó. Na szóval kicsit bányászok, itt körbenézek, ha esetleg találnék diát, akkor jó, szóval igen, na mindegy, ha esetleg találnék ilyen cuccokat, valami értékes tárgyat, akkor vissza fogok jönni, mert hát ezeket csak be kell mutatnom. Na, vissza is jöttem, itt találtam közben egy kis diát, mint látjátok, mi nem tudom kijutni, halló, halló, diát pont nem engedi, értetek, a diát nem engedi kijutni, hát ez felháborító, komolyan, látjátok, a Edson egyből kijuti, na mindegy. Na, sziasztok, ugye visszajöttem. Találtam 4 gyémántot és 3 smaragdot, azaz, tudunk csinálni egy csákányt, és el tudjuk ezeket adni, ugye? Szóval elmegyünk a PH-ra, ugye itt vagyunk otthon. Hát, ha lehet ezt otthonnak nevezni, na mindegy, majd lesz egy otthon. Ezt a telket még le kéne foglalni minél előbb. Csak nem tudom, hogy... ja, nem tudok többet, mert csak egy telkem lehet. Na mindegy, hát akkor majd gyűjtünk az első rangra, ugye? Szóval, hogy akartam? Ja igen, egy csákány először, egy gyémánt, hogy ugye tudjunk tovább bányászni. Egyébként tök sok pénzt lehet ezzel szerezni, szóval már, nem tudom, olyan hányas vagyok. Most leszek csak 2-es, és akkor már 170 ezeren van, szóval elég menő. Na, ugye kell kemencéket csinálni, hogy ezt mind ki tudjuk égetni. Puff. Jó, így, és akkor... Mondjuk mindegyikbe 2 szén, mert miért ne? Így jó, és akkor 8, 8 és 8, és akkor kéne még kemence mondjuk, még 2, és akkor így ezt elosztjuk, és szerintem így jó lesz. Így. Na és akkor most van 5 kemencénk, ugye? És akkor ezek most ki fogják égetni. Addig eladjuk a smaragdot, meg a gyémántot. Ezt ugye ennyire tudjuk eladni, jó. Ezt meg, ó, hát ez jó, per bal. Most vagyunk lassan 300 ezernél, mindjárt elérjük az 1 milliót. Szeretném mondjuk ebben a részben elérni, mert az milyen menő lenne már. Szóval kicsit mindjárt megyek bányászni, meg az aranyat eladjuk, meg a... Hát a vasat nem kéne eladni, mert mondjuk hopperekre jól jön, amikor már farmnál leszünk, vagy kaktusz farm, ugye? Kaktusz farmot majd a következő részbe kéne csinálni. Sőt, egy kaktusz mennyibe kerül egyébként? Ha ezt megtalálnám. Itt van. Egy kaktusz az 3000-be kerül. Mondjuk 10-et vennék, az úgy 30 ezer. Ja. Milyen 30 ezer? Hülye vagyok. Na, Istenem, de hülye vagyok. Komolyan. Aj. Akkor igen, 30 ezer. Mi? Azt mondtam. Ú, de hülye vagyok. Jó, semmi, engedjétek el, jó. nekem még túl korán van ehhez. Pedig dél van. Na mindegy. Igen, 12, jó. Na, jó, és akkor mondjuk, hát még ki kéne égetni, szóval ezt itt fogjuk. Na, igen. Ez tök gyors most a kemencem, hogy attól függ. Add oda! Jó. Na, szóval, hát ez aranya nem tudunk mit csinálni egyenlőre, szóval azt el kéne adni szerintem. Ja. És akkor meg lett a 350 ezer. Jó. Igen. Abban nincs semmi. Nem tudunk valamit kiegetni, de ezt. Jó. Megoldottuk. Akkor én addig megyek bányászni, és akkor majd mindjárt jövök. Na vissza is jöttem. Itt vagyok. Szerintem, ja hát lassan vége lesz a videónak. Mint látjátok, van 800 ezeren. Most el fogjuk ezeket a dolgokat adni, ami alapján szerintem simán meg lesz a 1 millió.
Jó lenne, ha meg lenne, mert hát az menő már. Az milyen menő már? Első részben 1 millió, ennyi. Látjátok, ilyen easy. Ja. Na szóval, kell nekünk ide 16. Ide 16. Akkor olyan kemence cuccot csináltam ide, halljátok. Na igen, és akkor még ide is mondjuk, mert itt kevés van, sőt itt nagyon kevés van. Jó, és akkor ezt a gyémántot miért kéne használni, gondolkozok. Hát igazából semmire, szóval eladjuk. Jó, igen, eladjuk. Emerald ugyanez. Redstone, hát szerintem ez se kell egy ideig. És elég drágán el lehet attól függadni, jó. A cén az kell. Cobblestone-t meg, ha jól tudom, el lehet adni. Igen, el lehet. Viszont de nem az összes akarom, szóval egy olyan 60, hát jó, ennyi pont meg, ennyi pont jó. És akkor 1 millió 300 ezer van, úgyhogy még az aranyat meg ezeket nem is adtuk el. Szóval, ja, ezt el kéne kezdeni égetni, na mindegy. Vasat nem is fogjuk eladni, mert az, az kell most nekünk, az most annyit nem ér, hogy most eladjuk. Szóval, jöp, így. Na mindegy, igazából köszönöm, hogy itt voltatok. Fogunk a következő videóban találkozni. Ha elérjük a 100 lájkot, akkor igen, ha nem, akkor nem, sajnos így járt. 100 lájk szerintem simán egy jó szám, hogy észrevegyem, hogy tényleg akarjátok ezt a sorozatot, és csak akkor nem folyton kérdeztétek, hogy jaj, mikor lesz, hanem tényleg akarjátok. Ezt még gyorsan eladjuk közben. Szia, iratkozzatok fel, lassan meg lesz a 9000 feliratkozó, ami naon szuper, és akkor ja, per bal, és itt vagyunk mindjárt 1.500.000-nél, nagyon jól megyünk fel. Baltopnál hol vagyunk egyébként, csak így kíváncsiságból? Mennyi oldal van? 3000? Jézusom, 500-nál ott vagyunk? Mi? Várjál! 400. Várjál, 400, 300. Ó, az már túl sok. 350. 370. Akkor 80. Akkor 90. Mennyi van? Ja, akkor fejjel vagyunk, hülye vagyok. 80, igen. Öppöppöppöppöppöppöppö. Hol van Momo? Szerintem még nem frissült. Aha, még nem frissült valószínű. Mert még nem vagyunk itt. Még itt kell, hogy legyünk itt a 3435. helyen leszünk, jó? Szóval elértük ezt is, nem? Majd ott a top 100-ban legalább be fogunk jutni. Az lesz a cél egyenlőre. És majd hát lehet, hogy az lesz a cél, hogy top 1-ek leszünk, csak hát ahhoz játszani kell. De hát megvannak a stratégiáim, tudom, hogy mit kéne kihasználni, úgymond a szerveren. Hát úgy értem, hogy kihasználni, hogy milyen farmot kell építeni. Szóval megvannak a módszerek, nyugi, meglátjátok ti is, hogy mik a módszerek, mit kéne használni, mit nem. Szóval, jap, na mindegy, köszönöm, hogy itt voltatok. Iratkozzatok fel, mint mondtam, 100 like, és akkor folytatás, és jap. Szóval még a héten szeretnék 2 részt kiadni nektek. Ugye ma van kedd, ja, ma van kedd, szóval ez egyből fel fog kerülni. Már szerintem mindjárt látni fogjátok. Na mindegy, köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!